Sziasztok, Bence vagyok, és ez itt a következő tutorial videóm. Azt fogom bemutatni, hogy hogyan lehet titkos ajtót készíteni úgy, hogy mások ne nagyon vegyék észre. Először is itt van egy ilyen, most csináltam ide egy ilyen tömör földkocka dolgot, de ezt persze nyilván egy hegybe lehet a legjobban megcsinálni, de nem csak egybe, akárhol meg lehet csinálni, csak én most így csinálom. Tehát van egy kicsi kuckónk, vagy mit tudom én mi. Nem tudom, mennyi látszik, rakok ide világító követ. Igen, most látszik. Szükségünk lesz hozzá vas ajtóra. Ez lehet fa is, ha jól tudom. Redstone-ra és micsodára, kapcsolóra. Ja, az itt van, jó. Kicsit megnagyobbítom, hogy ne nézzen ki rosszul. Igen. Mondjuk ide nem vasajtót teszek. Teszek ide egy sima fajtót, ez az én kis házikom. És teszünk bele képet. Szép legyen. Szép nagy képet. Így. És mondjuk itt el akarunk menni, így hátrafelé, egy még titkosabb szobába. Vagyis a titkos szobába, mert ez így, az első az egyáltalán nem volt titkos. Mondjuk ide hátra akarunk jönni, ez a raktár, vagy akármi, nem tudom. Így. Úgy lehet megoldani. Kicsit megnagyobbítom, hogy nézzen ki valahol. Képet azt azért teszek. Így. És akkor ide mondjuk hátra akarunk menni. Én ide leteszem az ajtót, ugye nem lehet kinyitni csak redstone-nal, tehát kivezetem neki a kapcsolóját. Mondjuk ide. Igen, így, így, így. Mondjuk ez így eléggé bénán oldottam meg, na mindegy, ezt rendesen kell csinálni. És igen, működik. Jó, most berakjuk az ajtót. Nem működik? Mit csináltam rosszul? Hát, ilyen nincs. Pont rá kell irányuljon. Az ajtóra talán. Mindegy, ezt szépen el lehet rejteni, csak... Igen, és most működik. Na, és akkor a legfontosabb dolog. Ide kell tenni egy nagy képet, szép nagy képet, ha lenne egyáltalán szép nagy kép, így, és úgy megcsináljuk, mintha ez ilyen galériaszerűség lenne, vagy mit tudom én, így, ezt vissza is csukom, így. Szépen telerakjuk képekkel, vagy nem tudom. És amint ez megvan, már tudjuk is használni az ajtót. Így. És ha ezt átkapcsoljuk, akkor be tudunk menni. Ez jó kis csel szerintem. Persze a kapcsolót lehet sokkal távolabb elhelyezni, hogy senkinek semmi gyanúja ne támadjon.
egy kis trükk. Persze ezt sokkal szebben meg lehet oldani, például, hogy elvezetjük alatta. Nem tudom, úgy működik a resszonos. Tudsz. Alatta vezetem. Hát nem. Ezt sokkal szebben meg lehet oldani, mint mondtam. Az a lényeg. Így. Mindegy, teljesen végül is ott már bent. Az a lényeg, hogy nem látszik kívülről. Persze most látszik, mert kitörtem az ajtót, de az előbb, ahogy volt, úgy nem látszott egyáltalán. Mindegy, így is jó. És akkor, ha így átkapcsoljuk, akkor így be lehet menni, hogyha visszakapcsoljuk, akkor egyáltalán nem lehet átmenni. Köszi, hogy megnéztétek, írjatok kommentet, sziasztok!